Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Már megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a költségvetési fejezetek esetében 571 milliárd forint, ez a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási költségvetési szervekkel együtt 577 milliárd forint maradványtartási kötelezettséget írtak elő. Szijjártó Péter a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm! Ez olyan kis apróka, ilyen kis nyúlfartnyi hírnek tűnik, holott ez egy nagyon nagy összeg, és a kérdés az azonnal adódik belőle, mitől vonnak el pénzt, tehát ami be van tervezve, 577 milliárd forintot nem fizetnek ki valamire, mert hogy gyakorlatilag zárolták. Oktatás, egészségügy, mire jut kevesebb? A maradványtartás az azt jelenti, hogy ami megmarad összeg, azt nem lehet elkölteni. Tehát ez, ami a költségvetési tervezésen felül bizonyos intézményeknél megmarad összeg, azt nem szabad innentől kezdve elkölteni, hiszen jól látható, hogy szükség van minden forrásra. A világgazdasági helyzet az meglehetősen ingatag, és ilyen helyzetben a stratégiai tartalékokra mindig szükség van. Jó az, hogyha a költségvetésnek van olyan tartalék, amihez van nyúlni, lehet nyúlni. Ugye az idei évben már Matolcsy György miniszter úr egyszer javasolta egy ilyen stratégiai tartalék vagy stabilitási alapképzését a miniszterelnöknek, amikor látszódott, hogy újabb és újabb válsághullámok és lökések érik el Magyarországot. Itt most gyakorlatilag erről van szó, tehát ez egy olyan takarékos megoldás, amivel tartalékot lehet képezni. Na de ez a pénz, ez valóban hiányozni fog. Tehát ez nem valamiféle többlet, ami befolyt volna még az év végéig, és hát ezt semmiképpen ne költsétek el, hanem akkor ez legyen egy ilyen kis takarékoskodási intézkedés. Tehát ez be volt tervezve, el lett volna költve, de most nem lesz elköltve. Semmi módon nem tartalmaz olyan intézkedést, amely a szükséges költésektől veszel forrást, akkor tehát ilyentől nem kell tartani. Annyi van, hogy a maradvány összegeket nem lehet elkölteni sehol. Például a szuperbeket se fognak beszerezni, tehát hogy autóbeszerzés minden ilyet leállítanak? Tehát hát ugye a beszerzési stoppot valóban ugye elrendeltünk, tehát szó van arról, hogy mindenfajta új beszerzés leállításra és kerülési kifizetések ilyen módon is vissza kell fogni. Ugye a kormányzati autóflottának a cseréje az megtörtént. Ugye Skodákra cserélték a korábbi autókat, az állami autókat. Olvastuk, hogy luxus Skodákra, ez talán kicsit túlzás ez a Önnek is ilyen van? Nem, mert nekem nincsen állami autó. Úgyhogy ez egy nagyon talán, jó kis autó. Kicsit talán tehát, túlzásnak egy... gondoltam ezt a megjegyzést, de tény az, hogy ez a csere az megtörtént. Tehát akkor azt már nem tudták leállítani. Jó, tehát ez az 577 milliárd forint azt mondja, hogy ez nem fog sehonnan hiányozni, ez nem arról szól, hogy a minisztérium bármelyik mondjuk, amit az oktatásra, az egészségügyre, bármire költött volna, most abból kell még spórolnia. Még egyszer szívesen elmondom, tehát a maradványokat nem lehet elkölteni. Megint nekifutok, aminek mindig nekifutottam az elmúlt X hétben. Csak amikor nem az arányos adózásról beszélgetünk, de az arányos adózásról. Tehát most már eljutottak arra a szintre, hogy az egykulcsos személyi jövedelem adó nem váltotta be a hozzáfűzött reményt, miszerint nőni fog a fogyasztás. Ha nő a fogyasztás, akkor nő a kereslet, az pedig kínálatot generál, felpörgeti a gazdaságot, nem jött be. Elismerik végre. De az arányos adórendszert... Csalódást okozok önnek, az arányos adórendszer továbbra is a gazdasági kilábalás legalapvetőbb pillérének tekintjük. Tehát ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, az egy egyszerű, arányos, alacsony kulcsa dolgozó adórendszerre van szükség. Ezt az arányos 16%-os családokat támogató adórendszerre meg is tudja oldani. Az, hogy a fogyasztási fordulat nem következett be oly mértékben, mint hogy az mondjuk a magyar gazdaság számára ideális lenne, annak pedig nem adórendszerbeli okai vannak, hanem az az oka, hogy a világgazdaság és a minket körülvevő nemzetközi gazdasági környezetre talán a legenyhébb kifejezés, hogy ingatag, és az emberek a fogyasztási döntéseikor bizony ezt a legnagyobb súllyal teszik alatba, és ha azt látják, hogy akár baj is lehet, mert hogy nem lehet tudni, hogy hogyan alakul a külső környezet, akkor inkább takarékoskodnak, semmint, hogy fogyasztanának. Ez csak részben igaz, de higgy el, hogy nagyon sok család, amikor azt mondja, hogy vegyünk-e új tévét, vagy vegyünk-e
valami drágább, finomabb, jobb, több élelmiszert, akkor nem azon gondolkodik, hogy mi van az exportpiacsal, vagy van az euróval, hanem azt nézi, hogy apukám, már megint kevesebbet kerestünk, nem tudunk több élelmiszert venni. Az biztos, hogy nem gondolkozik, hogy kevesebbet nem kereshetett, hiszen ugye a kompenzációval elértük azt a célunkat, amit az a tavalyi év végén kitűztünk, és bizony idén néhány hónapba beletelt, hogy 100%-osan teljesítsük, magyarul, hogy senki nem kereshet rosszabbul, ezt mint ahogy jelenteni, hogy 2011-től az egykulcsos 16%-os személyi jövedelemadó bevezetésétől ebben az országban emiatt senki nem keres kevesebbet? Az arányos adórendszer miatt nem kereshetnek kevesebbet az emberek, mert egy a közszférában, ugye, a közszférában ugye az állam egy egyszerű kompenzációval megoldotta, magánszférában pedig a béremelések mérték az év közepétől elérte azt a szintet, hogy ezt elmondhatjuk, hogy nem keresnek kevesebbet az emberek, és ez így lesz jövőre is, tehát amikor tovább folytatjuk az arányos adórendszer kiteljesítését, vagyis a szuperbruttó kivezetése megtörténik, amikor az adójóváírások kivezetése a rendszerből megtörténik, tehát egyszerűbb lesz a rendszer, jövőre is tartjuk azt a vállalásunkat, hogy senki nem kereshet kevesebbet az arányos adórendszer miatt, mint keresett korábban. De hát ebbe akkor valakinek bele kell feszülnie, például a vállalkozásoknak. Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, előtte pár perccel jött ki a Nemzetgazdasági Minisztérium nagyon rövid közleménye, miszerint 92 ezer forintos minimálbérre tesz a kormány javaslatot, a bérminimum 108 ezer forint, a versenyszférára vonatkozóan 5%-os béremelési ajánlás tesz a kormány. Hát nem tudom, hogy mit fognak szólni majd a munkaadók, de ez a 92 ezer forintos minimálbér, ez szerintem egész meredek emelést jelent, amit nem tudom, hogy magyar gazdaság van-e ilyen teljesítőképességben éppen. Ugye mai napon a miniszterelnöknél jártak a munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselői, jelesül Gaskó István, aki a Liga elnöke, Palkovics Imre, aki a munkástanácsok elnöke, Demján Sándor, aki a Vállalkozók és Munkaadók Szövetségének az elnöke, és Futó Péter, aki pedig a Gyáriparosok Szövetségének az elnöke. És velük is a miniszterelnök beszélt, konzultált az adórendszerben várható változásokra. És a miniszterelnök elmondta a négy elnöknek, hogy egy olyan megoldást dolgozott ki a nemzetgazdasági miniszter, amelyet egyébként majd jövő héten szerdán, szeptember 28-án terjeszt az országgyűlés, illetve először a kormány elé, majd a kormány az országgyűlés elé szeptember végéig, amely megoldás garantálja, hogy senki nem kereshet kevesebbet. Ehhez ugye arra van szükség, hogy a minimálbér megemelkedjen. Amit ön ott olvasott, az olyan egy nagymértékű minimálbéremelés. Ugyanakkor azt is világosá tett a miniszterelnök, főleg a munkaadóknak, hogy a minimálbér emelése az oly módon fog megtörténni, hogy az ne járjon a munkahelyek számának csökkenésével, magyarul, hogy ne mondjuk feszüljenek bele, ahogy ő mondta, hogy kis és közepes vállalkozások. Erre egy kompenzációs rendszert dolgoz ki a nemzetgazdasági miniszter, ezt is jövő héten szerdán a kormány elé terjeszti, az a lényeg, hogy mindenki számára vállalható pénzügyi terhet jelentsen, vagy pénzügyi plusz költséget jelentsen a minimálbér megemelkedése. Tehát a vállalkozások kompenzációt kapnak az államtól a minimálbér emelése terhére? Vagy azt gondolom, vagy hogy kompenzációs elemeket fog tartalmazni a nemzetgazdasági miniszter javaslata. Ott világossá tette, hogy olyan javaslatot fog hozni a kormány elé. Ennek gyakorlatilag már megvan, néhány részletkérdését kell még tisztázni a jövő héten szerdáig, gondolom a saját munkaszervezetében, kijelölt javaslattal jöjjön, amely alapján a vállalkozók számára nem jelent elviselhetetlen terhet a minimálbér emelése. Ilyen mértékben sem. De akkor a kompenzációkról, vagy annak rendszeréről még nem tud semmit, ez akkor még kidolgozás alatt van? Hát gyakorlatilag a végstádiumban van a kidolgozás, tehát egy-két dolgot kell pontosítani a gazdasági miniszternek. Lényeg az, hogy olyan megoldást fog elfogadni a kormány, amely megoldás azt eredményezi, hogy senki nem keres kevesebbet, a vállalkozók számára pedig vállalhatatlan terhet mindez nem fog jelenteni. És erre most van pénze az államnak? Erre mekkora összeget szánnak, egy ilyen keretösszeget tud mondani, hogy mekkora a kompenzációs keretünk? Hát ugye keretösszeget azért sem kell mondani, mert hogy ugye az egész adórendszerben, ahogy vezetődik ki, magyarul fogalmaz a szuperbruttó meg az adójóváírás, ugye úgy bizonyos jövedelem határ fölött, akik vannak jóval többen, fog keresni, jobban jár, alatta pedig... Az alacsony keresetűek pedig rosszabbul járnának, hogyha... A kompenzáció eleme nem épülne be. Igen? A rendszer. Most a kompenzáció elemét a nemzetgazdasági miniszter az adórendszer mely fázisába építi bele, ettől függ, hogy mondjuk ez milyen összeget fog megmozgatni. Na de hogy összeget kell megmozgatni, az biztos. Így van.
Na de hát a költségvetésben van erre összegünk? Én azt gondolom, hogy ez nem kell majd költségvetési forrás, de tovább valahonnan beszedik. Tovább nem merészkednék, mert hogy nem fog ez senkinek sem plusz kiadást jelenteni. Illetve a költségvetésnek nem jelent plusz kiadást, és az embereknek sem, nem jelenthet plusz kiadást, hogy ez pontosan hogyan történik meg, ezért kérem, hogy a szerdát várjuk meg, mert a miniszter úr ugye nem a magányugdíj pénztári vagyon terhére. Nem. Akkor mi van még, amiből tudunk kompenzációt biztosítani? És az nem olyan intézkedés, ami bevételt is jelent. Tehát, ha én kiadok, akkor egy költségvetés esetében ahhoz kell nekem bevétel is. Ha nincs bevétel, csak kiadás, akkor ott egy újabb luk támad. Ezt most nagyon el akarjuk az újabb lukakat kerülni, gondolom én. Tehát akkor kell lennie egy forrásnak. De az nem egy újabb bevételből lesz biztosítva? Nem. Tehát az, hogy a kompenzációs elem az adórendszerben hol épül be, azt tudja azt biztosítani, hogy nem kell plusz forrás bevonni. Ez egy meglehetősen komplex rendszer lesz. Szerdai napon szívesen eljövök a kormányülés után, és akkor elmondom, hogy a nemzetgazdasági miniszter mit terjesztett a kormányon. Hát kíváncsi vagyok az ötleteire, de akkor ezek szerint már az alapot tudja, csak még nem mondhatja el előre. Hogyha sikerül is elérni... Azt gondolom, hogy úgy udvariasan megvárom a kormány döntést. Én nem venném udvariatlanságnak, ha nem várná meg a kormány döntést, és elmondaná előre, sőt. Hogyha sikerült, ha minden össze kompenzáció összejön, a vállalkozások belenyugszanak, kialkudják, megbeszélik, és megemelik a minimálbért ekkora mértékben, akkor sikerül azt elérni, hogy senki nem keres majd kevesebbet 2012-ben, mint 2011-ben. Viszont kevesebbet fog érni a pénze, hiszen drágulnak az élelmiszerek, drágább lesz a gázolaj jövedéki adója, tehát minden drágulni fog. Ugye 4%-os inflációval, 4,2%-os inflációval számol a jövő évi költségvetés. Az idei esztendőben 4%-os reálbér emelkedés volt. Azt gondolom, hogy ez világosan mutatja, hogy az arányos adórendszer bevezetése, az, mivel ugye pénzt hagy a családoknál, reálbért emel, innentől kezdve ugye az inflációt, hogyha... Bizonyos jövedelem alatt, csak szinten tartás a cél. Jó, de most nemzetgazdasági átlagot, hogyha néz az ember, igen, akkor 4%-os reálbér emelkedés volt Magyarországon. Ennek a megoszlása persze különböző, van olyan társadalmi csoport, ahol ez nagyobb, van, ahol kisebb mértékben jelentkezik. Most ami az adókat illeti, ugye ön említette az áfát meg a jövedéki adót. Ugye azt a megoldást mi elutasítottuk, amit a szocialisták követeltek tőlünk, hogy legyen egy több kulcsos adórendszer. Mert azt gondoljuk, hogy az az adórendszer, ami részint, tehát legyünk igazságosak nem egészében, de részben, Magyarország meglehetősen rossz gazdasági helyzetéhez vezetett, azt még egyszer nem akarjuk visszahozni. Éppen ezért utasítottuk el, hogy bármely plusz kulcsot bevezessünk a rendszerben, mert az annyira lerontaná az egyszerűségét, hogy az nem lenne jó, meg a versenyképességét. Nem kell ugyanolyat, mint volt, csak a legrászorultabbaknak. Viszont azt gondoljuk, hogy mivel ugye jövedelmi ágon nem történik plusz adóztatás, nem visel senki extra terhet, hanem aki 10-szer többet keres, az 10-szer többet adózik. Viszont a fogyasztási oldalon, ott, hogyha nő az adó, akkor az azt jelenti, hogy a jómódúbbak, tehetősebbek, gazdagabbak, ahogy tetszik, nagyobb terhet viselnek, mint a kevésbé jómódúak. A jómódúak sokkal többet fogyasztanak, a drágább cikkeket veszik meg. De nézem, hogy megnézi a fogyasztás belső szerkezetét, akkor valószínűleg a tehetősebbek oldalán a nagyobb fogyasztás áll. Matolcsi György mondta, hogy 0,2%-os fogyasztással. Igen, de ez egy átlagszám. Még egyszer mondom, ebben a tehetősek súlya valószínűleg jóval nagyobb, mint a kevésbé tehetősek. Ráadásul a tehetősek vásárolják a drágább holmikat, amelyeknek nagyobb lesz ugye az áfa. De nem tehetősebbek, arányosan meg már az olcsó holmikat se tudják megvásárolni. Ez azt jelenti, hogy ők több adót fizetnek, mint a kevésbé tehetősek. És éppen ezért egyébként az áfán belül például az alapvető élelmiszereket kedvezményes áfasávba soroljuk, hogy azok, akik kevésbé tehetősek és alapvető fogyasztási cikkeket fogyasztanak, őket ez a probléma ne érintse. Az ebben is van? Vagy változtatnak ezen az áfakulcson is? Nem, tehát marad a kedvezményes áfakulcsban. Tehát marad, így van. Amit még a bajnai kormány vezetett. Tehát semmilyen módon nem jelentkezik ez alapvető élelmiszerek áremelésében, ami a gázolajat illeti. Várj egy kicsit, a gázolajjal kapcsolatban csak mondja meg nekem, igaz-e az állítás. A gázolaj jövedéki adójának emelése a tovább gyűrűző hatása miatt rendkívüli
költségei, drámai, na várjon egy kicsit, rendkívüli, drámai, hiszen a fuvarozó költségei növekedni fognak, ami azt jelenti, hogy a termékek szállítási költségei is emelkedni fognak, és ez a termék árakban meg fog jelenni. Ebben az adott csomagban így aztán kizárólag adóemelés van, és ez megint a legrászorultabbakat fogja érinteni. Ez igaz, vagy nem igaz? De azt megköszönöm, ezt kimondta. De tudom, a válasz nem igaz, csak hogy ezt kimondta, azért még csak a forrást tisztázzuk. Igen, de Szijjártó Péter mondta, 2009. március 12-én a gázolaj jövedéki adó emelésével kapcsolatban. A gázolaj jövedéki adó, akkor igaz volt, most nem igaz? Hát, megengedem, hogy végigmondjam, akkor a végére ön is látni fogja, hogy az az állítás igaz, és a mostani helyzetben viszont mi a helyzet. Hogyha a gázolaj jövedéki adója nő, az azt jelenti, hogy a gázolaj ára nő. Uh-huh. Ez ugye önmagán túlmutató jelentősége van, hiszen az, hogy a gázolaj ára nő, az egy dolog, hiszen aki tankol, annak ez többet jelent, de ennek az igazából súlyos hatása az az, hogy a szállítási költségek, fuvarozási költségek emelkedése miatt a termékárak nőnek. Uh-huh. Na de, hogyha az állam kereskedelmi gázolajárat vezet be, mint hogy mi azt bevezettük, ugye azt jelentett, hogy 6 forint 50 fillért. A 7,5 tonnánál nagyobb járművekre. Hát igen, a nagy szállítási... De a tejet, kenyeret nem kamionnal szállítják a boltba. De a nagy szállítmányozási cégek esetében, akik a költségnövekedés jelentős részét okozzák a termékek árában, számukra ugye 6 forint 50 fillért igényelhetek vissza literenként. Ők a nemzetközi fuvarozásban vesznek részt, nem a hazai élelmiszerfuvarozásban. De ez nem így van, ezt a nemzetgazdasági tárca világosan megnézte. Nekem meg itt a képviselőjét mondta. Ha végigmondhatom, és most ezt pontosan annyival megemeltük, a visszaigényelhető összeget, mint amennyi egyébként, mint amennyivel a gázolaj jövedéki adóját megemeltük magyarul, számukra semmilyen módon nem nő a gázolajára. Azok, akik a nemzetközi fuvarozásban részt vesznek, és vállalták is azt, hogy itthon tankolnak, ez jelentős bevételt jelent az államnak. Ez részben igaz, csak akkor ugye kérjünk vissza oda, tehát amikor arról volt szó, amit akkor mondtam, abban semmilyen kompenzáció nem volt beépítve a fuvarozók számára, ezt ismerjük a hazai fuvarozás. De ne hagyjunk féligazságokat a levegőben lógni, mert ez a tökéletes alkalom arra, hogy azt lehet holnap írni, igen, hogy Szijjártó meghazudtolta önmagát, ami nyilván nem így van. Szerintem Szijjártó meghazudtolta önmagát, mert Szijjártó 2009. Igen. március 12-én azt mondta, a gázolaj jövedéki adójának emelése, igen, tovább gyűrűző hatása miatt rendkívüli, igen, drámai, a fuvarozók költségei növekedni fognak, viszont, ami azt jelenti, hogy a termékek szállítási költsége is emelkedni fognak, és ez a termék árakban meg, igen, fog jelenni. Már feltetszett olvasni, tehát jól emlékszem rá, mert ezek szerint én mondtam, és vissza is tudnám mondani. Igen, ám, de hogyha az állam bevezeti a kompenzációt, és a fuvarozók számára, igen, a jövedéki adó növelése semmilyen módon nem jelent gázolajár növekedést, akkor ez a tovább gyűrűző hatás nincsen, és abban önnek részint igaza van, igen, hogy ez a nemzetközi fuvarozásban résztvevő cégeket is érinti, hiszen ők vállalták azt, hogy itthon takkolnak el, de a belföldi fuvarozás egy jelentős részét is érinti. Én elhiszem, hogy vannak önök, akik ebből a körből kikerülnek. Biztosan van ilyen, mindig van kivétel. Az árufuvarozás többsége kikerül. Ezt nem osztom, ezt az álláspontot. A nemzetgazdasági tárca sem osztja ezt az álláspontot, én rájuk hivatkozva nem osztom. A hazai fuvarozásban résztvevő cégek, fuvarozók egy jelentős része is ennek ezt a lehetőséget ki tudja használni. Tehát akkor fogalmazunk úgy, hogy minimum korlátozott a tovább gyűrűző hatása a gázolajár emelkedésén. Hát, hogy korlátozott, az ugye túlzás, abból a szempontból, hogy gondoljon bele, nem csak az élelmiszerek, tehát még egyszer mondom, a boltba a tejet, a kenyeret nem kamionnal szállítják. Azon túl, hogyha ön építkezik, vagy bárki építkezik ebben az országban, és hozat egy fuvar sódert, bizony azt se kamionnal fogják hozni, az is 7,5 tonna alatti jármű, annak a költsége is. Tehát ez még az iparágakra is kihat. Tehát ne felejtse, hogy verseny van. Tehát abból a szempontból, hogy mennyibe kerül a gázolaj a benzinkútnál? Hogy ne lenne verseny? Az mindenkinek ugyanannyiba kerül. A fuvarozók és az eladók között is verseny van. De egy idő után nem tud alámenni a gázolaj árának. Jó, tehát akkor még egyszer maradjunk annyiban. A nemzetgazdasági tárca tájékoztatása szerint a belföldi fuvarozásban résztvevők egy jelentős része is ezt a kedvezményt tudja használni, így minimum az az állítás megállja a helyét, hogy a gázolaj jövedéki adójának emelése az korlátozott hatással tud
tovább pörögni az árakban. Egyébként a jövedéki adóról 2009 márciusában akkor beszélt, amikor az áfát is a korábban 20-ra csökkentett áfát visszaemelték 25%-ra. Ugye akkor is azt mondta, hogy ez az út kudarcokkal teri, mert megint azok járnak a legrosszabbul, akik ugye fogyasztanak, tehát ez egy adóemelés. Csak nem 2009-ben, volt mellette arányos adórendszer. 2009-ben a 20-ról visszaemelése 25%-ra adóemelés volt, 2011-ben a 25-ről 27%-ra változtatás, az meg csökkenés? De legalábbis nem emelés? Hát mert azt mondják, hogy nem lesz adóemelés. Nekem, ha valami 25%-os volt és 27-re emelkedik, akkor az nekem a csibecsőr a 27 felé mutat, tehát emelkedés. Nem helyes, hogy arra mutat, mert nem arra mutatnak, a pirossal kiavítaná a tanárnéni és a másik. Igen, és kapnék egy fekete pontot. Igen, és azt senki nem tehát akkor adóemelés. Tehát a helyzet az, hogy amikor 2009-ben ugye szó volt az áfaemelésről, akkor emellett nem volt egy arányos adórendszer. Mert arányos adórendszer ugye az idei esztendőben mondjuk 501 néhány milliárd forintot, vagy 480 milliárd forintot hagyott kint a családoknál. Erre jön az áfa emelés pedig alapvetően azoknak a terheit növeli, akik jómodúbbak, tehetősebbek és többet fogyasztanak. Ezt követelte tőlünk az ellenzék, de ez így van. Hát az áfa emelés hogy áfát tudja, hogy hívják? A szegények adójának. Szegények adójának. A szegények adójának az inflációt hívják. Mm. Szegények adójának az áfát hívják, mert a szegények azok. Ezen vitatkozhatunk, mert ez egy nem hivatalos megnevezés, éppen ezért, mert ugye az áfa emelés mondjuk ne érintse, vagy kevésbé érintse a kevésbé tehetőseket, számukra természetesen a alacsonyabb, vagy kedvezményesnek nevezhető áfa kulcsba sorolandó termékek körét nyilván át kell gondolni. Tehát, hogy még a tej kenyér mellé valamit bevesznek. Ettől függetlenül, tehát ők azok, az alacsonyabb jövedelműek, akik mindenüket elköltik, mindenüket felé élik, minden jövedelmüket, ezért hívjuk a szegények adójának, mert hogyha valaminek nő az áfája, akkor aki minden jövedelmét elkölti, az ugye minden egyes elköltött forint után biztos, hogy magasabb áfát éppen ezért fizet. Az ő csúnyán fogalmazunk fogyasztói kosarukba tartozó termékek, egy jelentős része ugye megjelenik a kedvezményes áfakörben, aminek a körét még egyszer mondom, célszerű átgondolni. Egyetlen egy rövid kérdés, még az MNB ma bejelentette, hogy a devizahitelek végtörlesztésével kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank a hitelező kereskedelmi bankok rendelkezésére bocsátja a deviza keretét, illetve tartalékát. Ennek örülnek? Hát, ha megengedik, akkor ezt az MNB döntést inkább nem kommentálnám. Semmilyen módon. Na, miért nem? Tehát, hogy a banki szektort, vagy legalábbis ez a forint árfolyamát nem fogja gyengíteni, hiszen nem nő meg a valuta iránti kereslet, nem csökkenti a forint árfolyamát. Hát, ha a forint árfolyama, most ettől függetlenül, ugye, hogyha a forint árfolyamára, én azt gondolom, hogy az otthonvédelmi akcióterv, vagy a forint erősségére mondjuk így, vagy az ország kiszámíthatóság szempontjából az otthonvédelmi akcióterv pozitív hatással fog járni, mert minél alacsonyabb a devizahitelek aránya egy országban, úgy a magánszektort illetően, úgy a családokat, úgy az álmodósát illetően, annál kevésbé kitett pénzügyileg az ország. Tehát én azt gondolom, hogy ha a devizahitelek aránya csökken, az ország kiszolgáltatottsága, kitettsége csökken, és akkor erősebb lesz az ország. Jó, de itt most kivonatott a bankszektorról van szó, tehát meg a forint gyengül, várható gyengüléséről, amit már azért a piac be is árazott. Erre ajánlja fel a Magyar Nemzeti Bank, hogyha van rá igény, a devizatartalékot. Ezt kérdeztem, hogy jó ötlet, vagy nem jó ötlet, örülnek, vagy nem örülnek. De nem hiszem, hogy ez nekem érzelmileg viszonyulnom kéne ez a kérdéshez. Hát a kormány ennek a döntést, ezt a döntést üdvözli, avagy sem? Hogy mondjam, az információ birtokában még nem voltam akkor, amikor erről a kormány megkérdezettem volna. Na jól van, hogyha megkérdezi, akkor megbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt. Köszönöm én is.